Egy több mint 4 méteres belmagasságú belvárosi lakásba látogatunk el. Tudjátok, az a tipikus gangos épület, polgári lakás, és azon belül is Hanna szobáját fogjuk a mai epizódban átvarázsolni. Azért jelentkeztem, mert már régóta néztem és tetszett. Azért örültünk különösen ennek a lehetőségnek, mert a Hanna teljesen oda van mindenért, ami kreatívkodással kapcsolatos, és így lakberendezési dolog, nagyon szeret tervezni. 2 éve itt lakunk, és sokszor átrendeztem a szobám. Volt idő, amikor eltelt úgy 2 hét, hogy minden nap 2-szer átrendezte a szobáját. A szoba közepén lépünk be, így hogy jobb kéz felé esik ugye a galéria és a gardrop szekció. A gardrop szekció ugye az a galéria alatt lesz. A bejárattól balra jelenleg az ágya ugye az ablak előtt helyezkedik el, és ami a leginkább rossz, az az íróasztala, ugyanis jobbkezes Hanna, és hát teljesen leárnyékolja a belső fényt, úgyhogy a lehető az egyik legsötétebb részben van most az íróasztala, de mindenképpen módosítani kell. Azt találtam ki, hogy az ágyát, hogyha keresztbe forgatjuk, akkor teljesen jól elhelyezhető az íróasztal pont a másik világos oldalon, így jól is fog esni a fény, illetve sokkal nagyobb tér alakul ki. Na és már vártál minket? Mennyire? Nagyon. Egy nagyon-nagyon izgalmas napnak nézünk elébe, hát most még itt az előtte állapotok vannak, de hamarosan itt lesz az álomszobád. Egy átalakítás mindig jó apropó arra, hogy egy kicsit szelektáljunk a dolgaink között, úgyhogy Hanna, hoztam neked 3 különböző dobozt. Az egyik tedd, ami mindenképpen kell, és elő szeretnéd. A másikba azt, ami most egy ideig nem kell, tehát kvázi a padlásra mehet. És a harmadikba meg azt, amit még most hirtelen nem tudsz eldönteni, és aztán azt is majd szétválogatjuk. Rendben? Úgyhogy itt nagyon sok cuccod van, ez egy remek lehetőség, nektek is javaslom. A galéria szintet egyelőre tárolásra fogja Hanna használni, de hát itt van ez a, hát fogalmazunk finoman nem túl szép korlát, úgyhogy ezt szeretnénk lebontani. Szükséged van ezekre a képekre? Nem, azoktól akkor megszabadulhatunk. Hát most ezt kell még megvizsgálni, hogy ezt az alsó gipszkartonozást, azt miért tették oda, le lehet-e bontani, mit látunk alatta, és hoztunk fa deszkákat, és abból szeretnénk szépen kialakítani. Hanna ugye a szürke, fekete és rózsaszínű, pasztelrózsaszín színvilágot szerette volna itt a szobában még többet látni, úgyhogy ennek megfelelően találtam ki ezt az intenzív fókuszfalat, hát ebbe lesz bizony fekete. Egy ombréval indulunk el, hogy ne teljesen a plafontól festem föl majd a mintát, ez azért is érdekes most itt, mert ugye ide kerül az ágy, és az ajtó ugye beleharap ebbe a festővászonba, úgyhogy fehérből indulunk, szürkébe megyek át, és utána fekete lesz maga az alap, és erre kerül rá majd a galaktikus bolygók, ugye ez lesz a szoba tematikája, úgyhogy így is fogom felfesteni a falra. Amikor ilyen átmenetes falat festünk, akkor teljesen más a hatása, hogyha ecsettel, egy száraz ecset technikával visszük fel a falra az átmenetet, és teljesen más, hogyha egy hengerrel készítjük, úgyhogy érdemes megnézni, hogy melyik tetszik jobban nektek, akár itt is megnézhetitek, hiszen ott fölül hengerrel csináltam, itt pedig már ecsettel, látszik, hogy különböző lesz a hatás. Az ombre falat egyébként azért szeretem, mert ugye karakteres, de mégis nagyon jól beleilleszkedik a szobába, itt is a fehérből a feketébe átmenet, nagyon jól néz ki, és mégis kicsit könnyíti, légiesíti a hangulatot. Ez a középszürke, ez mindig mindenhova jó választás, szóval ha nem tudjátok, hogy milyen szín passzol hozzátok, akkor én javaslom, hogy hideg vagy meleg szürke árnyalatban a szürkét választjátok, ezt a középszürkét. Viszont, hogyha feketére voksoltok, és csak pár négyzetméter festetek fel a falra, akkor nem kell attól félni, hogy összenyomja a teret, viszont nagyon vagány lesz a végeredmény, majd itt is meglátjátok Hanna szobájában. Látom, már felkészültem, vársz. Az lesz a feladatod, hogy hoztam az áramszabad gyerincspiboxból ilyen papírtányérokat, úgyhogy különböző holdállásokat kéne megfestened. Ismered a holdállásokat? Nem. Hát ilyet biztosan, hogy új hold, teli hold. Hát ezeket kell most megfessed. Van vékony ecset, vastag ecset, milyennel szeretnél dolgozni? Ez
tessék, ez teljesen jó, és akkor mondjuk az első az lehet egy ilyen nagyon kis új hold. Ez az új hold, úgyhogy ez lesz a világos, és az összes többi az a fekete. Jó? Mindjárt végzem a második réteggel, és közben már készül a korlát, és az is teljesen megújul. Na hát, készülhetnek a minták. A mintákat pedig ceruzával fogom először fölvázlatolni a falra, utána pedig egy vékony ecsettel felfestem a bolygókat. Tudományosan 8 bolygót festek föl, de persze azért a külsejük nem fog hasonlítani, egy kicsit absztrakt irányba megyek el, hogy a paszterózsaszín tudjam használni. Készen van az alap, most már megvan a vázlat is, úgyhogy jöhetnek végre a bolygók. Ezeknek 2 rétegkel, mivel ugye nagyon sötét az alapunk, utána jöhetnek rá a szokásos kis pöttyök, és készen is vagyunk a falfestéssel. Mivel a falfestésnél is ugye ilyen kicsit vintage alapot adtam a képnek, ezért egy olyan lámpát választottam ide, egy olyan függesztéket, ami szintén hasonló elemeket visel, úgyhogy ezt már is odadom, hogy felkerülhessen méltó helyére. A sárga függönyt lecseréltük fehérre, hogy minél inkább világosítsa, és semmiképpen sem sárgítsa a szobát, ugye sárgánk nincsen a kiválasztott színpalettában, van viszont rózsaszín, paszterrózsaszín, lila, világos lila, szürke és fekete, és ezekkel hamarosan kész is vagyok, már csak az apró pöttyök kerülnek föl a különböző bolygókra, és utána kezdődhet a visszarendezkedés. Alapvetően a képfalat a földön szoktam megkomponálni, ám ha sok a segítségetek, akkor élő installációt is csinálhattok. Rendezgessétek el, hogy hogyan mutat ez igazán jól, és utána jöhet a véglegesítés. Amikor egy kisebb szobarészletet komponálunk meg, akkor érdemes pár lépéssel eltávolodni a helytől, és messziről rátekinteni, hogy hogyan néz ki az egész összességében, mert hajlamosak vagyunk közel maradni, és úgy nem feltétlen látszódik, hogy a lényeg, hogy igazából mi lesz a tökéletes elrendezés. Hanna asztala fölé felkerültek a tárolók, ebbe már jöhetnek is az apró dekorációk. Fölötte kész lett a holdfázisos fali kép, ugye ezeket a papírtányérokra készítettük, és hát most már csak jöhet vissza a könyv, ceruza, minden, ami ide az íróasztal környékére kell, aztán pedig az ágyat fogom berendezni.
Lassan mehetünk. Csukd be kérlek a szemedet. Itt jön a küszöb, óvatosan. És még ne nyisd ki. Festékszag van. Kicsit mehetünk előre. Hát ez festékszag, az lehet indokolt. Még egy picit ide előre. És gondolj vissza reggeli szobádra, ugye volt a lila ágytakaród, voltak a fehér falaid, igaz? Volt itt azért elég sok dolog, ami rendrakásra várt. Jaj! És most akkor 3, 2, 1. Úristen! De ez teljesen megváltozott. Úgy érzed? Na, melyik részed a kedvenced? Ez. Meg tetszik ez a bolygós ágy. Fal, meg az ágy? A díszpárnak. Tetszik a díszpárnák is? Tetszenek? Mit szólt a hódfázishoz, amit te készítettél? Nagyon szép. És az íróasztal helyethez, és hogy itt egy rendben lehet alkotni, tanulni. Nem lesz akkor a kupi. Nem lesz kupi, mert rengeteg tárolót kaptál, mindennek meg lett a helye. Mit szólsz a szürke ágytakaróhoz? Nézegesd meg a párnáidat is nyugodtan. A Maci persze visszakerült, nyilván annak ugyanott lehet nyugodtan a helye. És hát megkaptad az összes bolygót, így elalváshoz, úgyhogy ott a Föld, aminek van egy holdja, nyilván egy kicsit. El. Kicsit, tessék? Az űrben az. Igen, az űrben fogsz elaludni. Nagyon tetszik. Úgy érzed, hogy Hannás lett a végeredmény? Aha, nagyon. Lámpa is nagyon szép. Hát örülök, hogy ez is tetszik, ez nagyon passzol ide ebbe a szobába szerintem is. Milyen érzés az ágyon feküdni? Jó, puha. Nagyon jó. Megérte akkor az álomszobagyárba jelentkezni? Aha. Meg ha erre fekszem, akkor olyan, mintha az űrbe lennék. Hívd be anyát és mutasd meg neki. Ó, Isten! Hát ez gyönyörű. Kapott egy űrbéli falat, Hanna. De szép, és ez a függöny, és... Az... És egy nagyon letisztult otthonos végeredmény. Mit szólsz hozzá? Tetszik, igen? Na, nagyon-nagyon izgalmas nap volt. Melyik volt a kedvenc részleted? Az átadás. Az átadás, a lelepezés, ez mindig a legizgalmasabb része, de azért jó volt a kreatív alkotás is, igaz? A holdak megfestése. A pakolás egy 10-es skálán mennyire volt jó? 2. Maximum? 3? 3, ez már egész jó. Meg hát azt kell nézni, hogy mennyire hasznos volt, igaz? Mert ennélkül nincsen ez az otthonos végeredmény. És a rúzsaszín párnák hogy tetszenek? Nagyon passzolnak. Azok is tetszenek? Hát nekem is ez az egyik kedvenc részletem a falfestés. Kíváncsi vagyok, hogy nektek még. Írjátok meg a ti kedvenceteket ide a videó alá, és dobjátok egy lájkot erre a videóra, tetszett. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le, a jövő héten is találkozunk. A sorozatot egyébként a Spektrum Home műsorán is láthatjátok, úgyhogy nézzetek be oda is. Sziasztok, szép kreatív napot! Köszönjük az Álomszobagyár támogatását az Eglónak és a PPG Trilaknak.